Gondoltam, egy videóba mutatom meg mind a két hírsmont, amikkel még találkozhatunk a Telekom hálózatain. Most is az egyszerűbbel kezdeném. Hirschmann GPV 841. Előreiránya 862 MHz-es és korlátozottan ugyan, de ennél már négy helyen is be tudunk avatkozni szintezés közben. A beállításának legelső lépése a fekete jumperek ellenőrzése, hogy 862-be kell lennie mind a kettőnek. Ez ugye az előreirányra vonatkozó equalizer forgáspontja. A méricskélés előtt még a piros jumpereket is helyre kell tenni. Ezeket kézzel szinte képtelenség kihúzni, kell hozzá egy kis csőrös fogó. A kora miatt itt-ott letörik belőle egy kis műanyag vagy aranyozottnak tűnő fém, de a működés nem befolyásolja. A lényeg, hogy viszintesen simán engedik át a jelet, ami nem jó, mert ha így hagyjuk, akkor a bemenetet fogjuk túlságosan lerontani, hogy megkapjuk a megfelelő kimeneti jelszintet. A bal oldali 7 decibel csillapítást a jobb oldali ugyanennyi dőlést tesz bele a jel útjába a két fokozat között. Tehát mind a négy piros pucukának függőlegesen kell állnia. Na, ezek után érdemes csak bekapcsolni a műszert. Nagyon fontos, hogy a tekerős Hirschmannnak 30 decibeles mérőpontjai vannak. Ha a bal oldalon a tervezett bemenőjel megvan, a jobb oldali mérőponton mérve folyamatosan állítható először a felsővel a dőlés, az alsóval a jelszint. Ha kopra feltekerve sem éred el a tervezett kimeneti jelszintet, csak akkor kell viszintesbe rakni a bal oldali két piros jumpert. Ilyenkor egyébként 36 decibelt is erősíthet. A visziránya 65 MHz-es, moduláris, és szerencsére a Hirschmann mérnökeinek sokkal jobban sikerült megtervezniük a panelt, mint a Philipsnél. Ránézésre még talán kisebb is, de nem nagyon találkoztam még kontaktívással. A lényeg, hogy beszerelve a jobb oldali tekerőntjűvel a sweepet állítod egyenesre, tehát az az equalizer, a bal oldalival pedig a jelszintet állítod be. Visszirányban ez maximum 20 decibel tud erősíteni. Önmagában passzívra nem kapcsolható, ahhoz még két piros jumperre lenne szükség, ha meglennének még valahol az erősítő tetején. Ha a kimeneten valami nem stimmel, már mondtam, 30 decibeles a mérőpontja. Előnye, hogy potenciométeres kialakítása ellenére is stabilan tartja a beállított értékeket, és akár a tápfeszültség is kiadható a kimenetére ezzel a barna speckó 4 amperes biztosítékkal. Hátránya, hogy csak F csatlakozókat fogad, és a piros jumperei elég nehezen kezelhetőek. A másik Hirschmann láttán, GPV 845, még a tapasztaltabb szakértők is felsziszennek. Pedig ez is 862 MHz-es, 36 decibelt erősít előreirányban, visziránya is 65 megás, de itt már 26 decibelt is tud erősíteni. No de, lássuk ezt is belülről. Adok időt. Valószínűleg a gyenge piros jumper miatt leszúrhatták a mérnököt, és ezt bosszúból tervezte ilyenre. Szerencsére ennél már nincs 600 megás választási lehetőség, arra legalább már nem kell figyelni. Ennél is négy helyen avatkozhatunk be előre irányba, 7 különböző jumper segítségével. Bonyolult? Várj, mutatom. Ezek azok, amik az előre irány csillapítják. Mérés előtt ennél is a két fokozat között nyugodtan beállíthatjuk fixen a 6 decibeles csillapítást és a 7 decibeles dőlést. De figyelem, ez az ábra itt rohadtul félrevezető. Az interstage fokozatra pont nem igaz. Nincs is ott a kis csillag, de ezt mindenki benézi. Szóval itt függőlegesen állva csillapítanak a jumperek. Köröm nélkül elég nehéz kipiszkálni a helyükről. Na most jöhet a műszer, de hoppá! Túl sok a bejövő jelszint. Ja nem, mert ennek csak 20 decibeles a mérőpontja. Ilyet csak a Comtech követett el még régen ellenünk, de arról is lesz külön videó. Oké, ha a bejövő jel megvan, mehet a műszer mérőzsinórja a jobb oldali mérőpontra. Szerintem érdemes mindenhol a dőlést beállítani először. Itt erre ez a 3 jumper variálása ad lehetőséget 0-tól akár 16 decibelig. Értelemszerűen, amelyiket viszintesen dugott be, a mellé írt értékkel dönti a jelet. Ezután a csillapítás beállítása jöhet ezzel a két jumperrel.
Ez még egy fokkal bonyolultabb, mert nem elég, hogy függőlegesen átenged és viszintesen csillapít, de még jobbra és balra is dugható, igazából 6 darab tüskére. Tehát 0-tól 16 decibel csillapítás választható ki 2 dB-s léptékekben. Ha a bemeneti csillapító kinullázásával sem éred el a kellő kimeneti jelszintet, csak akkor vedd ki a csillapítást a 2 fokozat közül. A viszirány? Na az sem egyszerű. De kurva jó. Hát ki a faszomgattatja a kutyát? Még kell megőrülni. Ne örüljél meg, menj a helyedre. Ellenőrizd, hogy nincs a passzívra kapcsolva ezekkel a jumperekkel, mert abban az esetben nem változtatható a jelszint. Ilyenkor csak simán, beavatkozás nélkül átmegy a váltószűrőkön a viszirány. A sweep dőlésébe 3 beleszólásod van. Itt 0, 3 vagy 5 decibel. De ez elég is szokott lenni. A viszirányos jelszint beállításánál egy ökölszabály, hogy lehetőleg az erősítő után csillapítsunk bele, és ne előtte. Erre a szintezés elmélete viszirányos része adja meg a komolyabb érdeklődéssel bíróknak a választ. De lehet kérdezni is. Szóval a jobb oldala lehetőleg függőlegesen álljon, és először a 3, 6 és 9 dB-k variálásával operáljunk. Persze, ha így nem jön össze a nullás referencia, be lehet iktatni a jobb oldali 2, 4 vagy esetleg 6 dB-s variánst. És itt van ez a 4 darab jumper, ezekkel pedig teljesen lekapcsolható a viszirányos sáv, ha éppen valamiért zavart keresnél. Előnye, hogy stabil és nem hajlamos a kontakthibára. A hátránya minden. De most komolyan, a nehezen kipiszkálható jumperek, a könnyen félredugható jumperek, és ha véletlenül leejted és elpattan, hát... Remélem lesz a kocsidban egy csere darab erősítő.